Kedves testvérek, tegnap este beszélgettünk a káplán atyával, hogy miről is lehet ma elmélkedni Szentmisén. A szomjúságról kezdtünk el beszélgetni, és nagyon megragadta gondolataimat, hogy mennyiféle szomjúságban élünk. Van egy szerzetes nővér, magyar-afrikai tartománynak tartomány főnöke, és ő mesélte, hogy közössége egyes házaiban, amikor látogatóban van, amikor számára nagy-nagy kegyként a közösség egy egész vödör vizet ad egy egész napra. Hogy abból igyon, hogy abban fürödjön meg, abban végezzen mindent, ami szükséges. Mert hogy a helyben lakó afrikai nővéreknek csak egy fél vödör víz jut egy napra. És ez jutott eszembe, hogy igazából mi már nem is nagyon tudjuk azt, hogy mit jelent szomjazni. Hiszen amikor szomjasak vagyunk, kimegyünk, megnyitjuk a csapot, vagy aki már essen, ez kinyitja a vizes palackot, és iszunk. Hányan járkálnak itt nyári időszakban, mindenféle palackokkal, a ridikülben, meg a táskában, és amikor megszomjaznak, akkor előveszik, és iszunk egy korty vizet. Igazából nem szomjazunk hosszasan soha. És a mai evangélium szereplői érdekes módon szomjúság hozza őket össze. A szomjúság, a fáradtság viszi Jézust a kúthoz, és ül le, és a szomjúság viszi az asszonyt a nap legmelegebb órájában, nyilván azért, hogy ne találkozzon senkivel, mert nem túl szép az életmódja, viszi ezt az asszonyt kúthoz. De Jézusban egy másfajta szomjúság is van. Az emberek utáni szomjúság. És ezt a szomjúságot mi is tapasztaljuk. Hogy Jézus vágyakozik utánunk. Hogy addig elmegy, amíg nem találkozunk vele. Ez az asszony, amikor elindult, akkor ő csak vízért ment. Amikor meglátta Jézust, és elkezdtek beszélgetni, Jézus szomjúsága, az ember iránti szomjúsága átlépett a vallási korlátokon, átlépett a kor szabályainak a korlátain, átlépett a nemi korláton, és ő találkozni akart ezen az asszonnyal. És az asszony azt hiszi, hogy az ő igazi szomjúsága az a víz után van. Ugye mindjárt fölkért, mikor megtudja, hogy Jézus vizet tud adni neki, olyat, ami nem fogja, add nekem ezt a vizet, nem kell kijönnöm ide soha többet. Hát milyen jó lenne, nem kéne szembesülnie az embereknek a lenézésével, a megvetésével, nem kellene neki a legmelegebb órába caplatni a hatalmas korsóval és vinni haza a vizet. Az asszony azt hiszi, hogy őnek ettől megváltozna az élete. Ha ott lenne a víz, az élő víz, ami soha nem fogy el. De Jézussal való beszélgetés rámutat az asszony életében arra, hogy valami egészen másra szomjazik. Ő kapcsolatra szomjazik. Ő a másikra szomjazik. És ebből a kapcsolatból jut neki bőven, hiszen Jézus meg is mondja, hogy 5 férjed volt, és aki most van, az sem a férjed. Emberekben kereste a szomjúságának a csillapítását. Csak jött egyik férfi a másik után, és nem múlt el ez a szomjúság. Nem csillapodott benne.
hányszor akarjuk mi magunk is az igazi szomjunkat az emberekével, az emberek szeretetével oltani. Hányszor nem tudjuk megitatni a másikat, aki hozzánk jön, mert mi magunk akarunk inni. Már nem jut időnk arra, hogy észrevegyük a ránk szomjazót, mert mi akarunk valaki másból meríteni. Hányszor elfelejtjük, hogy mit jelent, hogy hiányzik valaki, hogy nem mindig online, hogy nem folyton elérhető. Micsoda fájdalom, amikor elszakítanak bennünket a szeretteinktől, amikor nem látogathatjuk meg az idős rokonainkat az öreg otthonban, amikor nem mehetünk be a kórházba. A mai helyzet is megtanít bennünket arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolataink, hogy mennyire törékenyek ezek a kapcsolatok, és mennyire fontos, hogy odafigyeljünk egymásra. Mennyire fontos, mennyire látszik azt, hogy fontos a személyes jelenlét. Nem elég az üzenet, nem elég a telefon, nem elég egy hívás. Találkoznunk kell egymással. És mennyire fáj most, amikor tapasztaljuk azt, hogy ez a jelenlét mennyire törékeny. Hogy pillanatok alatt véget ér. Testvérek, a mai helyzetben nagyon sok szomjazó van, és még több lesz. És őket nekünk kell megitatni. Nekünk keresztényeknek. Nekünk van hova kapaszkodni, nekünk van bizalmunk, nekünk van reményünk. És körülvehet bennünket a pánik, és körülvehet bennünket a félelem, de mi bizakodnunk kell. Nekünk kell megitatni az embereket a szívünkből, az odafigyeléssel, a remény adásával, a bátorítással, a példamutatással. Ez a mi különleges feladatunk. De azt is tudjuk, hogy az emberi kapcsolataink sohasem oltják egészen a mi igazi szomjúságunkat. Mert ez a szomjúság csakis az Istenben tud föloldódni. Jézus ide vezeti ezt az asszonyt. Az Istenhez vezeti. Ahhoz a valakihez, aki egyedül tudja oltani a mi szomjunkat. Nem ledorongolja ezt az asszonyt, hogy nézd, milyen az életed, hanem megmutatja neki, hogy mi az, amit keresett, hogy mi az, amire vágyakozott. Mi az, amire nem talált rá az Isten iránti mélységes szomjúságra. És ezt csak az Isten tudja betölteni. Azt olvastuk a Szentleckében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt az Isten szeretete. Isten nekünk ajándékozta az ő lelkét. És csak ebből a Szentlélekből tudok szeretetet meríteni. Csak ez a Szentlélek tud bennem az élő víz forrásává válni, azért, hogy másokat is meg tudjak itatni. Csak a Szentlélek tesz képessé arra, hogy a remény és a hit emberei lehessünk ebben a mai helyzetben is. És nem tudunk mást kérni, Szentmiségben, amikor közösen imádkozunk, hogy Jézus ajándékozza nekünk az ő lelkét. Lássuk meg a mai napon a szomjúságainkat. Lássuk meg, hogy mi az, amire igazán vágyom, amire igazán szomjazok, és vessek számot, hogy ebből mi az, ami fontos. Mi az, ami igazán érték.
Kérjük a Szent Lelket, hogy legyen bátorságunk szembenézni önmagunkkal. Hogy a Jézus is elvezette az asszonyt, hogy szembenézzen önmagával. Fölismerje a saját hibáját, a saját bűnét. De ez nem szomorúságra vezette őt, hanem örömre, mert találkozott az Istennel. Mert találkozott Jézus Krisztussal. Mert ő felszabadította, mert megmutatta, hogy mire vágyik igazán. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon nekünk erőt ahhoz, hogy meg tudjuk itatni a szomjazókat. Hogy oda tudjunk fordulni, hogy reményt tudjunk adni, hogy bátorítani tudjunk. Mutassa meg nekünk a Szentlélek az igazi mély kapcsolatainkat, amelyekben kölcsönösen meg tudjuk itatni egymást, amelyek élő vizek forrását fakasztanak, amiből élet fakad az életünkbe. Adjatok hálát a házastársatokért, a gyermekeitekért, a barátokért, a közösségi tagjaiért, akikkel szoros kapcsolatban vagyunk. És kérjük Urunkat, hogy adja nekünk az ő lelkét, hogy rászomjazzunk, hogy belőle merítsünk erőt, hogy ő adjon nekünk reményt, ő adjon nekünk hitet, és a Szentlélek által mi is tovább tudjuk ezt adni.